Jelentős az információ igény a betegek hogyléte felől, és ezért döntöttünk egy információs központ felállítása mellett, mondta Németh Csaba, a Balassa János Kórház főigazgatója. Most a járványügyi helyzet és a járványügyi szabályok betartása miatt nem olyan egyszerű a hozzátartozókkal való kommunikáció, mint egyébként, hogy azt mondjam, békeidőben. Úgyhogy ezt úgy lehetett frappánsan megoldani, annak érdekében, hogy a hozzátartozók is információhoz jussanak, illetve a kórházi egészségügyi ellátó személyzetre se rójon túlzott mértékű elfoglaltságot az állandó telefonoknak a fölvétele, hogy egy információs centrumot hoztunk létre. A centrumban dolgozók munkanapokon 8 és 15 óra között fogadják a hívásokat, a 0630 018 61 15-ös számon és 24 órán belül adnak tájékoztatást a betegek hogylétéről. A szükséges információk hírek beszerzése után visszahívjuk azokat az érdeklődőket, akik a hozzátartozóik után informálódtak, és elmondjuk az aktuális helyzetet és az aktuális állapotot. A kórház arra kéri a családokat, hogy lehetőleg egy alkalommal telefonáljanak csak naponta, és a családokon belül egy ember legyen a kapcsolattartó. A kórház információs központja a telefonálóról a személyes azonosítást is elvégzi, és ezt egyezteti a beteggel is a megfelelő biztonság megtartása érdekében.